Szép napot mindenkinek! Hát aki még nem ismer, Balogh István vagyok, és én a tevékenységemet 2012-ben kezdtem a Kompány csoporttal, aminek ugye hát az volt a nevezetessége, hogy fizikailag próbáltuk megvédeni az állampolgárok otthonait. Ez a tevékenység hol sikeres volt, hol nem, de ha már egy családot meg tudtunk menteni, ugye az is értéknek számított. És közben, ahogy a Kompány csoport tevékenysége haladta maga útján, megismertünk olyan embereket, akik itt ülnek velem szembe, a Nem adom a házam mozgalom Póka Lacit, és még a Radikális Bank csapatot, és szépen kinőtte magát a Kompány csoport úgymond egy országos mozgalommá. Utána nagyon-nagyon nagy erővel, a Nem adom a házam mozgalom nagyon-nagyon odaadó munkájával, úgymond médián keresztül is híressé váltunk, hiába nem akartak minket keresíteni, el akarták hallgatni, hogy létezünk, hát ez nem sikerült nekik. Sikerült 200 millió forint nélkül bekerülni a médiába, és naponta most már rólunk beszélnek, és igaz, hogy negatív értelemben, de én tudom azt, hogy ez a negatív reklám, ez a virág a lakosság részéről pozitívan fog elsülni. Ezért ad nekünk erőt a további harcunkhoz ez a média megjelenés, mert az emberek most már szép lassan látni fogják, hogy butítják, hogy hülyítik őket. Én mindig azt mondtam, hogy civil vagyok, és az is akarok maradni. Hát be kell jelentenem, ez nem sikerült. Ezt az élet hozta így, ugyanis az Összefogás párt elnökétől kaptam egy felkérést, és én ezt elfogadtam, mint képviselőjelölt induljak a választásokon, és átgondoltam bizonyos szempontokból a helyzetet, mert igaz, hogy forradalmat lehet csinálni, meg lehet gyújtogatni, meg rombolni, aminek én nem vagyok híve. Tehát addig, ameddig esélyt látunk arra, hogy politikailag, vagy békés után rendezik ezeket a nyomasztó problémákat, addig úgy gondolom, hogy ne gyújtogassunk, ne barogassunk. Én az én fejemben egy határidő született ezzel kapcsolatban, hogy meddig terjedhet a tűrőképességünk. Én úgy gondolom, hogy a választások után 30 napig, és nem tovább. Ha odáig nem tudunk eredményt elérni, akkor bizony fel kell állni, és meg kell nézni, mit csinálnak az ukrán testvéreink, a spanyol testvéreink, és ugye Ukrajnában ma már újból kiírták az új választást. Emberek, nem megy, hogy hagyjuk, hogy letapossanak a mocsárba. A magyar ember nem erről híres. Nagyon békeszeretőek vagyunk, vendégszeretőek vagyunk, a tűrőképességünk hatalmas. De itt be kell fejezni a tűrőképességet a választások után 30 nappal, ha nem tudjuk megoldani a társadalom legsürgősebb problémáit. Ez legyen bármelyik párt képviselője, bármelyik civil szervezet képviselője, én úgy gondolom, hogy ezzel a gondolatmenettel egyet lehet érteni. Ez nem kötelező, de ha nem értünk egyet, akkor végünk van, én ezt így látom. Válaszolva 4K-nak, a visszahívhatóságot azt személy szerint én is támogatom, sőt, nagyon jónak tartom. Természetesen a visszahívhatóság mögézi kritériumokat kell tenni, mert azért akármilyen ne lehessen egy képviselőt visszahívni. Ha a képviselő bejut, és lényegében nem végzi el a munkáját, ugye azt bizonyítani lehet. Ha elvégzi a munkáját, azt is bizonyítani lehet. Hát hogyan? A képviselő, én az én képviselőmet 4 éve nem láttam, akit megválasztottam. Ha a képviselőt én nem látom 2 havonta a saját körzetemben, és nem számol be nekem, akkor nem végzi a munkáját. Ha a képviselő nem tud beszámolni arról, hogy mit interpellált, milyen törvényjavaslatot tett be a bizottságok elé, nem végezte el a munkáját. Ezért visszahívható. Tehát ez valóban így kell, hogy legyen. Én kitérnék megint a köztársaság elnök személyére. A köztársaság elnök személye az közvetlen választással történjen, ne a pártok jelölésével, tehát ez megint egy újabb folyamat lesz, amit véghez kell, hogy vigyünk. Én úgy gondolom, hogy a civil társaságokból létrejövő új kis pártok előbb-utóbb
össze fognak fogni, mert más megoldásuk nem lesz. Tehát ezt előre lehet vetíteni. Viszont ha összefognak, akkor olyan erőt tudnak képviselni a parlamentben, amivel már az új jelenlegi politikai hatalom szarvát le lehet törni. Tehát kicsit csorbítjuk. Már ez is egy hatalmas eredmény. Onnantól kezdve, ha még ezek a pártok azt is bevállalják, amit az összefogáspárt is bevállalt, hogy a parlamentbe jutás után is folytatják az utcai megmozdulásaikat, akkor már könnyebb lesz kicsikarni azokat a törvényeket, amire a lakosságnak szüksége van ahhoz, hogy mentesüljenek az elnyomás alól. A másik. Én nagyon fontosnak tartom az államadóság kezelését, a hitelesek és a közlemi cégekkel szemben való erélyes fellépést. Tehát nem csak a bankokkal szemben kell nekünk erélyesen fellépni, és nem csak a devizahitel miatt, hanem a forinthitelekkel is probléma van most már, és nagyon jól látjuk, hogy a szolgáltató cégek körül is milyen problémák vannak. Ehhez nagyon nagy segítséget... Nagyon nagy segítséget nyújtott nekünk Molnár Ervin barátunk a Teherlerázás című munkájával, amit a parlamenti képviselőknek karácsony előtt átadtunk. Lassan következik a számunkérés, tehát megint megyünk a parlamentbe, akár hivatalból is. Még röviden azért annyit mondok, hogy nagyon röviden megalakult a devizahitelesek érdekvédő kártája. Szervezeteket és magánszemélyeket várunk a kártába, de nagyon gyorsan, lehetőleg 48 órán belül. Úgyhogy annyit kérnék tőletek, akinek e-mail címe van, azt majd adjátok meg nekem, átküldjük a kártának a megalakító iratát, és e-mailbe csatlakozatok majd vissza arra az e-mail címre a kártához, amit megadunk. Nagyon sürgős, nagyon fontos, mert a kárta tárgyaló pozícióba akar kerülni, és csak akkor tudunk megfelelő pozícióba kerülni, hogyha megfelelő aláírás megjött hozzá. Röviden ennyit, majd még később.